plakettek, kupák, emléklapok az asztalokon, sportolók, edzők, sportvezetők, testnevelők a nézőtéren. Az idei sportgála rendhagyó módon már a második volt ebben az évben Nyíregyházán, a 2021-es esztendő legjobbjait ugyanis a járványhelyzet miatt az idei év elején jutalmazták meg. A csütörtöki rendezvény viszont 2022-ről szólt a Kodály iskola nagy termében. A megyeszékhely polgármestere kiemelte, hogy az önkormányzat a sport infrastruktúra fejlesztése mellett a sportolók támogatását is fontosnak tartja. A sport az mindannyiunk számára nagyon fontos, természetesen első sorban a sportolók és edzőik, a sportban dolgozó és a sportén dolgozó szakemberek számára. De fontos az egész város, a családjaik, a közösségeik, iskolák, és nyugodtan mondhatom az egész város közössége számára is. Fontos abból a szempontból is, kedves sportolók, hogy mindegyik siker az egyrészt megerősítés, abból a szempontból azt üzeni, hogy nyíregyházi sportolók mindent megtesznek kitartó áldozatos munkájukkal, hogy a legjobbak közt legyenek. Erre mindenki büszke Nyíregyházán. Fontos abból a szempontból is, hogy ez egy példamutatás elsősorban a fiataloknak, de azt gondolom mindegyik generációnak az egészséges életmód, a jó állóképesség, a hosszú egészségben eltöltött élet biztosítása szempontjából. És az önkormányzat ezért lehetőségei szerint minden módon segíti és támogatja is ezt. Nem csak a versenysportot, a szabadidős utánpótlás sportot is, ugye vannak a költségvetésünkben minden évben sportcélú kiadásaink, külön a legsikeresebb versenyzők sportösztöndíjat kapnak, olimpiai felkészülést segítjük. Szikszai Róbert idén az Európa-bajnokságon képviselte a magyar színeket. Jövőre a budapesti világbajnokságon, majd a 2024-es párizsi olimpián is ott akar lenni Kerekes László tanítványa. A magyar bajnokságot sikerült megnyerni, az mindenféleképpen jó pont. Az EB-n egy helyezés hiányzott a döntő, az sajnálom, de az EB utáni versenyeken itt a budapesti VB-re úgy érzem, hogy a kvalifikációban sok pontot tudtam szerezni, ami ugye jól jön most. Most idén az volt, hogy már rengeteg stabil eredményem van, főleg az év végé fele, valamiért év végére jobb formába sikerült jönni, mint amit év elején. Ez most is jó lehet, hiszen a világbajnokság augusztus végén lesz, úgyhogy mindent annak fogunk alárendelni. Stankovics Anna felkészülésének is a párizsi olimpia van a célkeresztjében. Szollár Gergő tanítványa számára motivációt jelentenek a rövid pályás országos bajnokságon szerzett érmek. Úgy gondolom, hogy azért bizonyos szempontból jó lezárása volt az évnek az országos bajnokság. Nagyon örülök, hogy 3 érmet sikerült nyernem ott. Tavasszal ugye a másik OB az nem sikerült annyira jól, viszont így azért szépen sikerül lezárni ezt az évet. Áprilisban lesz a következő országos bajnokságunk, amire ráadásul már a szintúszást is el lehet kezdeni az olimpiára, úgyhogy nagy célokkal vágunk neki a következő évnek. A gálán sportrendezvények szervezői, támogatói, diákolimpiai bajnokok és nyugdíjba vonuló testnevelők is elismeréseket vehettek át.